Az oktatás egy viszonylag nehéz dolog. Gondoljunk abba, hogy saját gyermekeinket is specialistákra bízzuk az oktatás területén, ők a tanárok. Hogyha mi magunk oktatjuk a kutyánkat mindenféle külső segítség nélkül, akkor ez azért valami előképzettség biztos, hogy kell, legalábbis intuíció és a számunkra is egy tanulási periódus. Ezt lehet könyvekből is elsajátítani, de sokkal egyszerűbb és sokkal jobb, hogyha eljárunk egy kutyaiskolába, ahol részben mi is, részben a rajtunk keresztül a kutyák is megtanulják azt, amit kell. Ez részben egy jó szocializációs tanulás is, hiszen ott több kutya van együtt, részben pedig egy jó közösségi program is, hiszen hasonló módon gondolkodó állatokat szerető emberek járnak így egybe, egy közösségbe, és ez is számunkra is egy érdekes és egy pozitív dolog lehet. Tehát tanítani mindenképpen kell, azt nem tudjuk elkerülni, hogy a kutyákat megtanítsuk arra, ami feltétlenül szükséges, hogy ez persze milyen szintig menjen el, hogy ez már egy őrzővédő, sok-sok vizsgán át egy egész professzionális valamilyen tanulást jelent, vagy pedig csak egy normál hétköznapi élethez való fegyelmezettséget és egyfajta mindenképpen valamilyen hatást, gyakorlásra alkalmas helyzetet teremtő oktatás. Itt a hatásgyakorlásra arra gondolok, hogy tudok hatni a kutyámra akkor is, amikor ő esetleg egy izgatott helyzetben van, izgalmi helyzetben van, tüzelő, szuka, macska, látványa, stb. Mégis meg tudom állítani, vissza tudom hívni, tudok rá hatást gyakorolni. Ezt meg kell tanulni, nem csak a kutyának, hanem nekünk is, hogy ilyenkor hogy kell viselkedni. Ezt legjobb kutyaiskolákban megtanulni, én erre biztatom önöket, de természetesen vannak jó szakirodalmak, és vannak olyan intuitív alkatok, akik egy könyv elolvasása után mindent tudnak erről a kérdésről. Az is jó. A legjobb viszont szerintem a kutyaiskola.